Egy délvidéki kisfaluban, Bajsán járunk, ahol a több mint 100 éves veterán honvéd, Poyák Géza bácsi családja körében mesél az életéről, a II. Világháborúban átéltekről. Ő még emlékszik arra, amikor 1941-ben felszabadították a délvidéket, és visszacsatolták az anyaországhoz. Élő történelem könyvként mesél a két jelenlévő dédunokájának arról az időről, amikor Magyarország katonája volt. Most felejtem el, 41-ben 13 biciklis futott be hozzánk ottan, amit néztük. Hát örömmel fogadtuk őket. A világháború eseményeinek felidézésében a szabadkai Szabó Hunar is a segítségünkre volt. Géza bácsi emlékeit a fiatal történész általános kontextusba helyezte. A királyi Magyarországon, a Horthy rendszerben a délvidéki katonákat más-más kaszárnyába is elszállítottak. Ők is részt vettek, amennyiben ha biztonságos elemnek ítélték meg őket, a kassai bombázás után harcokba is elszállítottak, tehát a Donkanyarban is tudunk róla, hogy számos délvidéki honfitársunk részt vett, sokan meg is haltak, sokan haza is jöttek, tudunk róluk, akik részt vettek az harcokban. Géza bácsi 21 éves volt, amikor megkapta behívóját. Nagy Bereznára vezényelték, ahol ő felelt a tisztek elszállásolásáért, s akkor még nem sejtette, hogy mennyire közel került a keleti fronthoz. Nem mondták, hogy a harctéren vagyunk, közvetlen a harctéren. Az oroszok egy magaslattal vannak ott velünk szembe. Ott mi elkezdtünk lármázni, magyarázni. Az oroszok három aknát közénk küldtek. A szovjetek ezután gyakorlatilag lerohanták a 8. hidász ezred 3. raját. Hajnal felé vége lett ennek a 10-nak. Ugye utána támadásba kerültünk, ahol én lapocka lövést kaptam. Miután felépült, Felvidékre vezényelték, ahol ismét szovjet támadás érte őket. Éjszaka, amikor lefeküdtünk, én közvetlen az ajtóval voltam lábbal. Arra ébredék fel, hogy rugdossák a lábamat. Fölugrok, megijedik, 6 automatiska fegyver a fejemnek van szögezve. A veterán katona arról is mesélt, hogy orosz fogságba került, és csak a szerencsém múlt, hogy végül nem végezték ki. Az oroszok ránk támadtak, és a végén golyószerűbe állítottak bennünket. A kivégzés az utolsó pillanatban elmaradt. Lágerba szállították a magyar katonákat, és csak jóval a háború vége után jutott haza Polyákovics Gedeon álnéven. Poyák Géza bácsi március 13-án lesz 101 éves. Egy évszázad viharait és terhét a vállán hordva, a keleti fronton, a lágerban és világéletében mindvégig megmaradt egyszerű és becsületes magyarnak.